Egy 4 éves nem érdemel ugyanolyan figyelmet. Pedig kevesebbe kerül, mint gondolná. Olajcsere akár 9.990 forintért a Service Plus programban. Részletek a résztvevő Opel márka szervizekben. Opel. Wir leben Autos. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Nevem senki. Azért érdemes odafigyelni rám. Az ország bármely pontján is jár, keresse, vegye, olvassa. Pártoktól, bankoktól független szókimondó heti lap. Nevem senki. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Komjáti András, a Vasas egykori válogatott labdarúgója, labdarúgó, edző. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, üdvözlöm a nézőket! Utolsó hírem, mint labdarúgó edzőről, még az volt, hogy Békés Csabán dolgoztál. Aztán, azóta? Igen, egy 15 hónapot töltöttem Békés Csabán, egy szezon közbeni váltásnak kerültem oda, és utána egy évet voltam vezetőedző Békés Csabán. Jelen pillanatban a Puskás Akadémián vagyok, az első csapatnál elemző, illetve járom a pályákat, a következő ellenfelét a Puskásnak térképezem, plusz azokat a fiatalokat, akik elhagyják az akadémián a korhatárt, azokat szoktam megnézni, akik MB2-be játszanak, kölcsönbe vannak adva, és követem a fejlődésüket. Egy-egy esetben a Bence és Miki megkér, hogy segítsek be edzésekbe, illetve a felső korosztályoknak, a védőknek egyéni képzést szoktam tartani. Ez testhez állóbb feladat, mint a vezetőedzői? Én úgy gondolom, hogy sok, sok rétű ez a feladat, amit most végeznem kell. Nyugodtabbak a hétvégéim, hogy így mondjam, hisz én is vagyok már tinédzser, de természetesen azért valahol hiányzik az, hogy hétről hétre stresszes állapotba kerüljön az ember a hétvégi mérkőzésen. Hát reméljük, hogy még lesz alkalmam ezt a feladatot valahol ellátni. Szóval akkor még nem mondtál le vezetőedzői feladatról? Nem mondtam le, és nem feltétlenül itt a profiligába gondolkodok elsősorban. Utánpótlás vonalon is ugye dolgoztam már, egyrészt a Vasas U19-es csapatánál 2,5 évig. Én úgy érzem, hogy a fiatalokkal is jó foglalkozni. Igaz, hogy az U19-es korhatárban már ott kialakultak azok a szokások, játékelemek, technikai képességek, amit most ott már nagyon nehéz formálni, de mindig fogékonyak voltak a játékosaim. Szóval akkor a Puskás Akadémián csinálod ezt a színes feladatot, miért nem a Vasasnál? Azért ne felejtsük el, 1970-től 1985-ig, jól emlékszem, ugye Vasas? Tovább. Aztán utána volt egy görög út, aztán vissza. Tehát azért mondom, tehát minden, tehát 1000 év a Vasashoz köt. Hát gyakorlatilag ugye 70 januárba kerültem 16 évesen a Vasasba, és 2 év megszakítással egészen 89 végéig a ominózus szegedi osztályzó mérkőzéseken még játszottam. Utána hagytam abba az aktív labdarúgást. Későbbiekbe edzősködtem ugye a Gele Imre mellett 10 évig pályaedzőként, ebből 5-6 évet voltunk a Vasasba, majd kineveztek vezetőedzőnek. Első évemben nagyon jól szerepelt a csapat, egy jó garnitúrával dolgozhattam együtt, ugye voltak rutinos játékosok, illetve feltörekvő fiatalokat tudtam beépíteni, gondolok a Kabát Petire, a Zovát Janira, akik akkor még gyakorlatilag ismeretlenek voltak. Az, hogy
háromszor is voltam ugye vezetőedző a Vasasnál, az utóbbi időben nem igazán szoros a kapcsolatom a klubbal, hisz távol kerültem az a millió, ami évtizedeken keresztül volt a Vasasba, és jellemző volt egy ilyen családias légkör, az a mai időszakban úgy érzem, hogy nem igazán van meg, és az előttem lévő korosztály és az én korosztályomból egyre kevesebben járnak. Pedig a Markovics Laciék pontosan ezt a szlogent használták éveken keresztül. Ez a családbarát Vasas, tehát hát, és pont az nincs meg? Én azt gondolom, hogy ugye a Laci sokat tett annak idejért, hogy egy nyugodt háttér tudjon teremteni a labdarúgó szakosztálynak. Most, hogy a Jámbor úr, aki tényleg második alkalommal segíti meg, hogy így fejezem ki magam a Vasast, nagyon sokat tesz a csapatért, a közönség kiszolgálásáért, de én úgy gondolom, hogy azok a közvetlen munkatársai, akikkel együtt dolgozik, azok nem tudták továbbvinni azt a vonalat, amit egy Ilovszky Rudi bácsi nál megszokott dolog volt, berögződött, hogy a bajnok csapatok játékosainak minden évben odafigyelt és küldte a VIP belépőket. Mm-hmm. Most például, ugye most remélem egy lassan másfél szezon, több helyről hallom, több embertől büszkén mondják, hogy kaptunk VIP belépőt a Vasas, érdekes módon, legalábbis én hozzám ez még nem jutott el. Azért és ez, bocsánat, hogy közben elkezdem a Markovics és a Jánborónak a hibája. Értem. Azért figyeled a Vasast? Ugye, mert most mindenki az NB2-t vesz kalapulóra, mindenki a Vasast figyel elsősorban, na, hogy sikerül-e akkor feütni egy fiatal, tehetséges trénerrel, Szanyó Károllyal a Vasasnak az élvonalba, vagy sem. Jelek szerint egy-két kisebb megtorpanás ellenére olybá tűnik, hogy viszonylag simán fogja abszolválni a feljutást. Vagy? Valóban így van. Én azt gondolom, hogy az MB2-es mezőnyből most a Vasasnak van a legnagyobb esélye arra, hogy magasabb osztályba lépjen. Annak idején, amikor ugye váltás történt, a Szanyó Karcsit kinevezték vezetőedzőnek, akkor négy régebbi Vasas játékost a Jámbor úr meghívott, és volt egy beszélgetésünk. Hát kötődik hozzá egy nagyon szomorú történet, és a Váradi Bélával ugye ott találkoztunk utoljára, és rá két hétre elment. Jó, tudom, vasárnap volt. Tegnap voltunk a sírkőavatóján, és ezen az akkori beszélgetésen ott volt a Karcsi is, Vancsa Miki és a Jámbor úr, és ott hát ugye egyrészt a régi játékosoknak a véleményére volt kíváncsi. Uh-huh. Egy másfél-két órás beszélgetés volt, nagyon korrekt, és a mi részünkről segítő szándékot próbáltunk mindenképpen elsősorban a Karcsinak, hisz ugye kezdőedzőként került az MB2-es csapat élére. Elnézést, nem is akartátok Jámborot esetleg lebeszélni azt a nyolc Karcsiról? Tehát eleve mindenki, tehát a öregek úgy mondták, hogy igenis, akkor jó a Karcsi, kell ide, ez egy fiatal vér? Amikor ez a beszélgetés megtörtént, akkor már a Karcsit kinevezték vezetőedzőnek. Nem az volt a célja, hogy most mi véleményt alkossunk arról, hogy jó döntés lesz, vagy nem. Inkább ugye én akkor aktívan dolgoztam a másodosztályban, riválisok is voltunk egy ideig a Vasassal, hogy felkerüljünk. Inkább részemről azok hangzottak el, amit én is átéltem, mint fiatal vezetőedző, hogy ugye mindenképpen az volt a terv, hogy fiatalokkal indulnak neki ennek az időszak kezdetének, és hát elmondtam, hogy úgy nagyon nehéz lesz, hisz MB2-es csapatok, akik bajnokságra mennének, azok között rutinos játékosok vannak. Én úgy érzem, hogy sikerült a Karcsi vezetésével megtalálni azt a egyensúlyt, hogy ugye rutinosabb és fiatalabb feltörekvő játékosok alkotják a keretet, illetve a kezdő csapatot is. Nem féltettétek a Karcsit, hogy végül is hát rutin nélkül elég komoly feladatot bíztak rá?
Mivel a beszélgetés felvezetésében ugye elmondta a Jámbor úr és a Vancsa Miki, hogy hát az első időszakban nem cél közvetlenül az, hogy felkerüljön a Vasas. Gyakorlatilag időt kapott a Karcsi arra, hogy úgymond idézőjelbe belerázódjon ebbe a szerepkörbe, és megítélésem szerint nagyon jól élt ezzel az alkalommal. Most már csalódás lenne, hogyha nem jutna fel, nem végezne az első két hely, valamelyik kéne Vasas, vagy az első kettő jut fel a első NB1-be. Kettő jut fel, igen, így van. Számomra csalódás lenne, hisz végig ott vannak az élbolyba, és a végét elrontani nem igazán lenne szerencsés, és nem örülnénk neki személy szerint, én sem, gondolom a Vasas tábor se. Itt megítélésem szerint a Békés Csaba lesz még az a csapat, aki a Vasas mellett fel fog kerülni az első osztályba. Gyirmotnak megint annyi? Hát, másokat szor fog úgy mondani, most nagyon érdekes, ugye ott Győr környékén a helyzet, hogy történt, ami történt az Eto körül. Egyrészt én úgy ítélem meg, hogy ha az Eto is tovább működik, gyakorlatilag egy autópályává lesz el a két stadiont egymástól. Nem hiszem, hogy szerencsés lenne, hogy egy megyeszékhelyen két NB1-es csapat lenne. A Békés Csabának pedig az az előnye, hogy ugye az ősszel elkezdték felújítani a pályájukat, és ez miatt elcserélték 4 vagy 5 mérkőzés pályaválasztási jogát, és az utolsó fordulókból 5-öt azt hiszem hazai pályán fognak játszani. Kisebb az esély arra, hogy botlani fognak, mintha esetleg el kéne menni idegenbe játszani. Igen. Ezért úgy vagyok vele, hogy a Vasas és a Békés Csaba lesz szerintem, aki föl fog kerülni. Hát mindössze egy ponttal van lemaradva a Gyirmóttól, tehát ez igen, nem hátrány. Igen, hát ugye az most az utolsó két fordulóban Békés Csaba 0-0-at játszott az utolsó helyzet Balmazújvárossal, az edzőcserét túl megélő Ajkával is hazai pályán 0-0-at játszottak. Hát valószínűleg, hogy ezek a pontok nem fognak azért úgy hiányozni, hogy ez miatt ne tudjanak az első osztályba kerülni. Felcsút marad az első osztályba? Most már marad, mert ugye hát nagyon stabilan ott van a középmező, mert tehát most már ott igazából ez a veszély nem áll fel. Ez nem, szerintem nem is állt fel már az őszi szezon, illetve a két tavaszi előrehozott mérkőzés után, hisz olyan pontszámbeli különbség volt a kieső jelöltektől, hogy gyakorlatilag a tavasz folyamán, ha két mérkőzést nyernek már, igen, akkor nem igazán lehet őket behozni. Ugye volt most egy nehezebb időszak, hogy a lejátszott mérkőzésekből 2 pontot szereztek. Most ugye sikerült a hétvégén a Pápát idegenbe legyőzni. Ha jól tudom, 29 pontjuk van. Az alatt a lévő csapatok mindegyike nem fog úgy szerepelni, hogy minden mérkőzést megnyerésük, meg mindet elbukják. Nem jelent gondot, kezd egy masszív középcsapattá válni a Puskás FC. Jövőre is az marad? Tehát stabilan ott tud majd maradni az élvonalban? Megítélésem szerint, hiszen most nézem az összeállítást, a rutinos játékosok mellett egyre több lehetőséget kapnak az akadémián felnőtt fiúk, hiszen a Tarzsolti, a Tamás Márk, a Spandler Csabi, a Kis Zsótér, a Klenheiser, ezek általában stabilan játszanak. Az, hogy esetleg az idősebb játékosok közül, akik segítik a beilleszkedésüket, akár a Tóth Balázsra gondolok, akár a Polonkai Attilára, hogy ők milyen szerepet fognak kapni, vagy esetleg egy 25-26 éves játékosokkal meg fogják őket cserélni, ezt nem tudom, nem is az én kompetenciám ezt eldönteni, illetve elmondani, de
De én úgy gondolom, hogy jövőre is egy középcsapattá tudja magát kinőni a Puskás FC. Ugye most jött fel egy Puskás Akadémia, és látod, hogy hozzá lehet nyúlni igenis a fiatalokhoz, soroltál jó pár nevet. Ebből kiindulva többi helyen miért nem mernek ilyen bátran hozzányúlni a fiatal játékosokhoz? Hát azért van egy-két olyan első osztályi csapat, ahol hozzányúlnak. Itt elsősorban most a kecskemétieket kell kiemelnem, a Balázs bátran nyúl a fiatalokhoz, hisz a lejátszott hétvégi fordulón is a Novák, a kitülés, a harmadik játékos az annyira új fiú, hogy most nem is ugrik be hirtelen. Akkor az újságok túloznak, mert hát végig azt lehet olvasni minden, hogy állandóan idegen légiósokat hozunk, és nem játszhatjuk a fiatalokat. Állandóan ez a téma az elmúlt másfél-két hónapban, másról sem lehet olvasni. Akkor ez újságírói túlkapás, vagy akkor most mi a helyzet? Nem, hát ugye említettük a Puskást, Kecskemétet, talán még, ha ide sorolnám a Honvédot is, ugyan kevés magyar fiú játszik a most igazolt, ugye 8 idegen légiós. Külföldiek, de azok a magyar fiúk is, a Hidi Patriktól kezdve a Botkán keresztül, ők azért ott nőttek fel az akadémián. Az, hogy egy külföldi áramlat történt itt a téli időszakban, nem igazán érzem indokoltnak, de mondom még egyszer, ez a Honvédnek a belső magánügye, hogy kiket igazol. Én valahol úgy vagyok vele, hogy nem igazán segítik meg ezek a külföldiek a csapatokat. Én annak idején ugye a Vasasnál a Gelémi, amikor átvette a csapatot első alkalommal, egy elég nehéz helyzetben voltunk, és egy igazán jó külföldi játékosunk volt. Ugye abban az időben talán még nem is lehetett ennyi külföldi a csapatoknál, de itt, ha megemlítem, az Oleg Sirinbekovot, hát ez egy főnyeremény volt nekünk akkor. Nagyon sokat hozzá tudott tenni a játékhoz. Még az elején, amikor voltak nyelvi nehézségek, akkor is a többiek a második meccs után érezték, hogy egy kohéziós erő az Oleg, és első pillanattól kezdve tényleg figyelték minden mozdulatát. Hát mostanában nem nagyon látok ilyen emberkét a magyar pályákon szaladgálni. Visszakanyarod, akkor most bátran nyúlnak hozzá az edzők a fiatal akadémiákról jövő játékosokhoz, vagy nem, vagy teljesen jó ez az arány, ami van? Én úgy érzem, hogy a vegyes a kép. Nem tudom, szóval ha valamikor akarunk egy jó nemzeti 11-et, akkor talán bátrabban kéne hozzányúlni ezekhez az akadémiáról kijövő tehetségekhez. Egy gondolatot itt azért elmondanék, hogy nem minden áron kell az akadémistáknak ilyen szempontból előnyt élvezni, hanem igenis dolgozzon meg érte, szenvedjen meg azért, hogy ő az NB1-be játszon, és ne azért tegyék be, hogy el tudják mondani, hogy lám-lám az akadémista a csapatban van. Sok helyen sajnos vannak ilyen jelek, én nem igazán tudok azonosulni vele. A fiatal játékosnak, ha bekerül az első csapat keretébe, ott igenis meg kell azt mutatni, hogy ő rátermett arra, hogy lehet rá számítani, hogy egy-két hónap, egy-két éven belül oda fog kerülni, és ő ott akkor egy meghatározó játékos tud lenni. Na most azt mondják sok helyen, hogy pont ezt nem látják a fiatal játékosokban. Most valóban képzettségbeli gondok vannak a fiatalokkal, és ezért nem mernek igazából olyan bátran hozzájuk nyúlni? A képzés, ugye látom nap, mint nap az edzéseket, utánpótlásban elég sok edzést láttam. A technikai dolgokra és taktikai dolgokra egy kicsit úgy érzem, hogy több hangsúlyt fektetünk, mint esetlegesen a kondicionális dolgokra.
Ezt valahogy jobban kéne ötvözni a két dolgot, arányaiba jobban kéne megosztani, az én véleményem szerint. És azok a játékosok, akik eladják az akadémiákat, azok sajnos úgy érzem, hisz Békés Csabán tapasztaltam, voltak nálam a Felcsútból, volt Kispestről játékos, hogy mivel 4-5 évet egy ilyen burokba, zárt világba élnek, nem igazán vannak felkészülve arra a civil életre, és most nem az edzésekről, mérkőzésekről beszélek, hanem nem tudnak gyakorlatilag valahol mit kezdeni a szabad idejükkel. Uh-huh. Ugye meg van mondva, hogy felkezd reggel edzés, iskola, ebéd, és így tovább. Igen. Az önállóságot sokkal jobban beléjük kéne valahogy csújkolni, hogy így mondjam. Uh-huh. Éppen ezért ugye egyes érek szerint, hogy a külföldön az akadémiák most már ugye szépen meghalnak, kihalnak. És hogyha van egy-két tehetség távol, akik, akkor ugye azt családoknál helyezik el, pontosan emiatt, de nem akadémiák, nem családoknál helyezik el a fiatal labdarúgó palántát, csak hogy adott csapatban tudjon készülni. Nálunk mikor várható, hogy megfordul majd ez a rendszer? Tehát nem fogunk ennyire akadémiázni? Hát ez így nagyon nehéz kimondani, hogy ezen hogy kéne változtatni. Én azt hiszem, hogy talán elsősorban a 15-16 éves gyerekeknek az akadémián több olyan lehetőséget adni, hogy igenis szokja meg a hétköznapokat mm-hmm. is, hogy mit tudom én, egy csekket fel tudjon adni, vagy egy bármilyen magánszférát érintő dolgot próbáljon mm-hmm. intézni. Én úgy gondolom, hogy vannak most már szakemberek, ugye pszichológusok, tanácsadók az akadémiákon, hogy előbb-utóbb ilyen téren is az akadémián belül előbbre lépés lesz. Hol látni jobb képességű labdarúgókat az akadémiákon, vagy teszem fel egy Kazincbarcikai kis NB3-as csapat U19-es, U16-os csapatában? Hát, mennyire igaz az, hogy a jók már az akadémiákon vannak? Ez a történet, vagy nem? Hát igen, ez, hogy gyakorlatilag ugye minden akadémiánál vannak olyan kollégák, akik járják az országot, és próbálnak tehetségeket a saját akadémiájukra bevinni. Én mindig azt mondom, hogy az előttünk lévő garnitúrának, az én korosztályomnak, talán még egy korosztályal utánunk lévőknek is, az volt az előnyünk, és azért mondják azt ugye, hogy jobb volt a futballunk, hisz mi a grundon magunkba szívtuk az egész csibészséget, mindent. Ugye én Győr külvárosában nőttem fel, velem egy idős fiú az osztálytársam volt, a többiek azok idősebbek voltak, de amikor hazamentünk és ketten voltunk, akkor kimentünk, játszottunk egy az egy ellen, rá kellett jönnöm, hogyha ő birtokolja a labdát, hogy veszem el tőle, ha nálam van a labda, akkor hogy fogok túljárni az eszét. És megítélésem szerint ez jobban rögződik egy 10 éves, 11 éves gyerekben, mintha az edző edzés kereten belül mindent meg akar neki magyarázni. Mert abban a pillanatban, mivel egy felnőtt mondja neki, odafigyel, de nem úgy rögződik, mint amikor játékosan egymás közt játszanak, és szinte vérre válik. Igen, csak ez a világ már nem fog visszajönni. Nem, sajnos nem. És hát gondolom ez azokban az európai élcsapatok utánpótlásainál is se így működik már, ha bár olvastam egy nagyon érdekes felmérést, egy angol szakember csinálta, hogy kikből lesz világklasszis, uh-huh. kikből klasszis. Érdekes módon a világklasszisokról azt állapította meg, hogy azok, akik 13-14 éves korukig nem egyesületen, hanem az utcán, és itt elsősorban ugye a dél-amerikaiak azok, akik
futballt 12-13 éves korukban ugye még az utcán játsszák, nem beszorítva a keretek közé, hogy azokból lesz, akik nem egyesületbe szívják magukba a futballnak az alapellen. Ezen majd a szakemberek gondolom elgondolkodnak és megtalálják erre a magyarázatot. Hát, ezeket a 10-10-10-es évek elején járó gyerekeket többet kéne hagyni szabadon játszani. Uh-huh. Le is írja ez az angol szakember, hogy Hollandiában, Belgiumban például van úgy, hogy az edző ugye összeszedik a gyerekeket, mondja nekik, itt a labda, menjetek ki, játszatok, ki sem megy velük, és hagyják őket játszani. Persze ott is vannak edző által vezetett tréningek, de alkalmanként szabadon adják úgy, hogy felnőtt nem is felügyeli őket. Időnk sajnos lejárt, akkor egyelőre akkor felcsút, ugye? Ott dolgozol, de ha jön egy ajánlat, akkor vezetőedzőként bárhová, NB2-ben utánpótlásban is nagyon szívesen, de azt hozzáteszem, hogy ez a munkakör, amit most végzek, ez most jelen pillanatban teljesen kielégít, hisz egyrészt az NB1-nek az összes csapatát megismerem, játékosokat, NB2-be is ugye járok, említettem, nézni a tehetségesebb fiataljainkat, úgyhogy elégedett vagyok, nem panaszkodom. Kicsit talán az fájóbb, hogy a Vasassal nem olyan szoros a kötődésünk, és itt most nem munkára gondolok elsősorban, hanem nem igazán tudunk egy nevezőre jutni sok mindenben. Hát ha most a beszélgetés után van, csak még kék elgondolkodnak. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. További sportosat.